Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, a srácok jön egy kis Warframe, kipróbáltam a hard módot, a Steel path. mielőtt bejön, hamarosan be fog jönni, ide egy vagy két hét, de be fogják hozni a Steel Path, és gondoltam, Persze, ez csak a tesztszerver, ugyanis kaptam meghívást a tesztszerverre, de ahogy ismerem a warframe amit a tesztszerverre már kilöknek, az már nagyjából a kész verzió, és azon módosítani nem nagyon fognak, vagy nem nagyon akarnak. Így aztán elmesélem a tapasztalatokat, illetve hogy hogyan lesz majd ezzel, ezzel a dologgal. Szóval... Elsősorban, ha bejön ez a Steel Pass, kell beszélni a multiplayeres csókával. Szóval oda teleportáltok a multiplayeres csókához teszéhez és beszéltek vele, és ő aztán felajánlja nektek, hogy fogjátok, és meg akarjátok egy csinálni a Steel Pass-t. És rávontok, hogy igen. Aztán kivent, visszaventek az űrhajótokba, valószínűleg így lesz, hogy visszamentek az űrhajótokba, és Jobb oldalt a képen a egy kis ikon, arra rákattintva tudtok váltani a normál és a still pathway és a hard mód között. Megint csak mondom, ez nem live, még nem live ez az update jönni fog. És ha bejön, akkor természetesen beszélünk róla újból. A most. A dolog lényege, hogy, hogy ha ez így marad, ez az egész, akkor ennek a hard módnak csak akkor lesz értelme, hogyha maximalista vagy, és ki akarsz mindent játszani a Warframe-ben, és az emberek csak azért fognak ebbe belefogni. Uh, ugyanis mi történik, hogyha hard módra váltasz, tehát uh, és félrejétes eső, bármikor visszaválthatsz normál módra. Szóval, hogyha hard módra váltasz, akkor uh, lelokkolja az összes pályát. Tehát magyarul fel kell old az összes pályát újra minden bolygón. Na most a junction nem kell újra harcolnod. A junction automatikusan felnyílnak, amint eljutsz hozzájuk. Szóval az, az már egy olyan azért egy száza harcolni, anyád. Mert hogy és miért mondom, Lehet azt mondnátok, hogy száz a spekter, meg. Kinek, kinek akadályoz? De ebben a három módban, hölgyeim és uraim, úgy érzem magam, mint a division-ben az elemiknek olyan, hát csak Grinier ellen próbáltam ki, sajnos mostanában lejárt a szerver, Szóval a korpuszt amúgy is viszonylag könnyebb lenne leölni a toxikus damage miatt, igazából, ami csak az életre hat. Egyes korpuszoknak olyan rettetően kevés életük van a rengeteg pajzsuk mellett, hogy de valószínűleg, hogy oda is kitaláltak valami nehezítés. Szóval hamarosan ki fog jönni a Mesa videóm, és a Mesa videómban láthatjátok, hogy a majdnem, nem 300-as enemikkel dealing el az ultia. És most itt is elvittem a mesát egy defense-re, a százos enemik ellen a földön. És hát olyan érzésem volt, amikor a mesával lőttem, mint hogyha a majdnem 300-as enemiket lőttem volna a normál küldetésben. Szóval a százos szint, igen csalóka. És ugye emeletek úgy lesz megoldva a, szint, a szintezés, hogy plusz 100. Szóval, hogy a Földön egyesről indulnak az enemik, ezért a, 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 a hard ban 101, 102-esek, akkor most tudom, én a, a Voidban moton 140-esről indulnak normálban az enemik, ezért 140 lesz majd a megugrandó, de olyan armor mennyiséget adtak például a griniereknek, hogy a százas szinten már úgy érzed, mint hogyha ilyen két-háromszázas szintű mobokat nyírnál ki a normálisban. Uh, és először sem időn volt. Volt egy srác, egy kolléga, összefutottunk takvéletlenül, nem szólóztam, és akkor elkezdtünk játszani különböző küldetéseket. Uh, ugye végigmentünk a földön, és elmentünk Cetus, és utána már fáradtak lettünk, és abba hagytunk. De Cetusig el tudom nektek mesélni a, a, a tapasztalataimat ezzel az egészszel kapcsolatban. Uh, és a legfőbb tapasztalatom az volt, hogy nem fogsz tudni bemenni uh, random Warframe-vel és random fegyverekkel, hogy gyorsabban megcsinálj egy extermination-t. Uh, nem, akár. Uh fel kell készülni. fel kell készülj a fegyvered, fel kell készülni némi szinergyre, hogy gyorsan akarsz haladni, uh, szóval, hogy, hogy mit tudom, én viszel tűzszebzés viral vagy, vagy viszel egy barókot, aminek hít az ultia, és közben viral fegyver, valami, valami, ami synergit ad uh, a fegyverének azért, hogy gyorsan és effektíven tudjál haladni, mert hogy ön, a sima Lancer, a sima air Lancer akadályt fog jelenteni az áthaladásban És amikor belefutottam egy Nox-ba És mondtam magamnak, áh, megyek zephyr mert valaki kért Zephyr videót És belefutottam egy Nox-ba A Viral hítes uh, Viral Heat modolással bemodolt uh, Sylvain Aegis Prime-ommal Nem bírtam kinyírni nagyon turva harmóniuk volt nekik. A teres és a Kubo Brahma, meg ezek, ezek jó munkát végeztek, Tigris Prime tök jó munkát végzett, és meglepő, de a Stalta az új fegyver, ami bejött a Proteával elképesztően. E tehát van őket, hogyha a heavy atakkal lövödőket. Tehát a másodlagos tűzésre lövödőket a Stalta level 100 egy dalta őket. Ezek, de szinte láthatjátok is ebben a kis videóban, amit ide kilaktam. Uh, viszont a probléma a rewardoknál kezdődik, és ki is emelték, hogy a díj ki is emelte, hogy ez nem lesz egy uh, über extra rewardos valami, szóval sokkal nagyobb rewardokat nem fogunk kapni, sokkal többet nem fogunk kapni, a dekorációkat fogunk kapni, és ezért mondom, hogy ez így marad a rewardok terén, és még hogy sokkal több nyersanyagot, meg ilyesmit se fogunk kapni, ha ez így van a rewardok terén, akkor senki nem fogja játszani ezt a hard módot. Tudjátok, kinek lesz jó ez a hard mód? Nekünk, videósoknak, akik be akarnak menni és el akarják, meg akarják mutatni ezt az új fegyvert, ezt az új warframe ezen a hard módon, tudva, tudnán, hogy nagyjából a százas szintű enemik megfelelnek, a, 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 tehát az érzetük valahogy úgy megfelel a két-három szintű enemiknek a normál. Módba. És te például nekem nagyon praktikusan fog jönni, én annyira úgy sem akarok már nyersanyagokat gyűjtögetni, meg stb. van elég jelen pillanatban. Elmegyek oda, és akkor megmutatom, hogy nézzétek, srácok, ez a Warframe így működik ezen a hard módon, és akkor lesz egy elképzelésedek, hogy jé, ez, 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 ez így tök jó. Sajnos, vagy nem sajnos, én sokkal többet vártam ettől a hard módtól, legalább egy 150%-os resource booster-t vártam minden küldetésre, ugyanannyi credit boostert vártam, volna minden küldetésre. Üm, üm, esetleg vártam volna, tehát, hogy lehessen megszerezni különböző különleges kineket esetleg a, a szkineket, hogy lehessen megszerezni, még, még ott vannak, de azóta se akarok oda bemenni, mert, mert egyszerűen a konkláve felejtős, és, Szóval val valamit oda vittek volna, amiért uh, érdemes oda menni, esetleg uh, több relik, vagy jobb relik, vagy a ritkább relikek uh, gyakrabban esnek, vagy a relikeknek, a fishereknek a, a leg legritkább uh, primalkat részük gyakrabban, nagyobb eséllyel esne, mind ezek. ott kellene legyenek ahhoz, hogy ez a játék mód sikeres legyen. Ha mindezeket mondjuk megnövelnék, hogy extra skineket hoznának oda be, vagy egy-két exkluzív skin, mm. vagy, vagy tényleg a prime cuccok dobási esélyét megnövelnék, a riven modok dobási esélyét megnövelnék, aura formát beraknák oda valahol, formolhatónak egy, egy kis eséllyel, akkor, akkor a há mindenki a hármódra törekedne, mindenki arra törekedne, hogy oda eljusson gyorsan, és tudjátok mi nem tudnának az emberek gyorsan eljutni, és nem fognak nagyon sokan sose eljutni a hármódba, mert a Földön nem fognak túljutni, mert a küldetések nehezek, és sokan nem fogják felfogni azt, hogy, hogy ö, nem arra van tervezve, hogy gyorsan végig menj a warframe A föld OP lett például. Csak a földről beszélek most. A föld OP lett, fel kell készülni arra, hogy, hogy menj, és amint fel vagy készülve a frame-mel és a fegyverrel, amit tudod, hogy osztja a level 200-as enemiket minimum a normál módban, akkor tudod, hogy a hard módon ö, valószínűleg akadály nélkül fogsz tudni haladni. Mindez uh, természetesen a jövő zenéje, szóval uh, meglátjuk, hogy mennyire lesznek rivardok, de hogyha tényleg, hogy mennyire jók lesznek a rivardok, és mennyi reward lesz, és, és, hogyha kicsit egy olyan irányt venne föl, mint a Pass of Exile nevű játék, ahol van egy endgame, és az endgame-ben dobják a legjobb cuccokat, kicsit nagyobb eséllyel, esetleg, hogy több cucc esik jobb eséllyel, mert hogy olyanok a pályák úgy vannak megszerkeszve, ha a Warframe is felvehetne ezt az irányt, uh, akkor, akkor tényleg tök jó lenne törekedni a hard mód felé, és jól lesnének azok a rewardok, -ok, jól lesne a 150%-os resource booster és a resource drop chance booster. Uh, amúgy, uh, amúgy jelen pillanatban a test szerveren 100%-os resource booster volt, drop chance booster volt, bocsánat, 100%-os drop chance booster és egy 100%-os mod Drop chance booster volt. Ki tudja, lehet, hogy ez már hetente változik valami másik uh, dologra. A most Drop chance booster azzal járt, hogy még több trash modot uh, szedtem össze uh, végül is, mert RNG az csak RNG. Uh, a Sassygo Drop chance booster, eh, tehát én nem éreztem nagyon nagy különbséget, uh, hogy, hogy őszinte legyek a, a nyersanyag drop, uh, drop között. Szóval uh, ez, ez sokkal láthatóbb, sokkal jobbá kell tenni. Persze lehet, eljutottam volna egy Survivor Excavation, valami blablabla, bla bla, akkor ez érzékelhetőbb uh, lett uh, volna, uh, viszont uh, ez, ez, ez eddig kevés. Több kell ahhoz, hogy a játékos motiváltnak érezze magát, hogy, uh, hogy, hogy oda menjen. Mondjuk, hogyha lesz egy dupla hétvége, érted? És akkor veszel egy resource boostert, és akkor még uh, átmész a, a hard módra, akkor akkor lesz egy izé 300%-os resource drop boostered ami, azért elég kultúrád, de akkor meg kell bizonyosodni arról, hogy egy olyan csapattal mész a hármódra, ahol olyan geci gyorsan tudjátok ölni a mobokat, ami geci gyorsan tudjátok ölni őket a normál módba. És jelentősen megváltozik majd a taktikai struktúra, amit eddig vittél normál módba csapatnak, most lehet, hogy egyáltalán nem azt hiszed, most meg, valószínűleg egy meget viszel egy bensivel. Érted, amit mondom, mert hogy a meg kettese egy pentához rá mindenkit, a bensi meg megadja ennek még az érzékenységét, nekrosz természetesen még ott lesz például egy ilyen farmoló csapatnál, meg belső uh, Necros és egy életben tartó frame, mondjuk, mint egy Link Trinity. És ez lesz a tökéletes farm csapat. és amúgy nem rossz a koncepció. Értedek, amit mondok? És, 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 egy izgalmas koncepció, mert hogy ki akarod deríteni, hogy hard módon is le tudod úgy darálni a mobokat, mint ahogy nem hard módon. És hogyha elkezdenek skálázódni a mobok a hard módon, és tegyük fel, már elérik a 150-es, 200-as szintet hard módon, akkor ott már úgy néz ki, hogy ilyen 5-600-as szinteken fogsz járni, ami a normál mód lesz. Az játékosoknak az első dolga az az lesz, hogy nörföljék le a hard módot biztos vagyok benne, hogy a fórumok tele lesznek azzal, hogy vigyék le a normális százas szintre a hard Na most az én szemszögemből Uh, igazából mindegy. Mert például, ha bemutatnék egy fegyvert, hogy hogyan működik hard módon, uh, akkor nem feltétlenül lenne hiteles az normál módon, a hard módon eltérő armor és életadatok vannak, másképp reagálnak az enemik, uh, Például egy 150-es heavy gunner normál módon másképp fog reagálni, mint egy 150-es hard mód heavy gunner gyakorlatilag, úgyhogy mm, meglátjuk, hogy ez, ez uh, hogy alakul. Egyet tudok, Tigris Prime, Stahalta, Kuva Bramma, Prisma, a Prisma Gorgonom, a szeretett Prisma Gorgonom, a, a moddal, ami benne van, de anélkül is garantálom neked, úgy darálta az enemiket. Ó, oh, Istenem, a Prisma Gorgon, gyerekek. Szóval ezeket a fegyvereket próbáltam. Piranha Prime, mm, pff, Elolvasztotta, elolvasztotta őket. Akkor Exodia Contagionos, Zavom elolvasztotta őket ezen a ponton. Szóval ameddig tudtam szólóztam, amíg ránk nem csatlakoztak, aztán a sráccal együtt mentünk. És, és a Mesa ultia az, az, az gyors volt, oké, okay, nem azt mondom, hogy gyors, de gyors volt ahhoz, hogy, meg tudja, hogy tudjak szólózni egy defense-t. Uh, de azért a pod szenvedett, hogy őszinte legyek, szenvedett a pod a szóló defensebe, és akkor a solo defense közepette jött be a Frost, az a másik srác, és akkor onnantól kezdve a problém solved szóval volt, igazából. Szóval, uh, ja. Cetus tapasztalatok. Sajnos, vagy nem sajnos, az egy nem százos szintű. ah, a, olyan, volt a srác is, meg én is, olyan csalódott voltunk. Ó, menjünk egy menjünk jó, jó, jó. Bazzög, ez csak 50 szintű. Szóval az egy nem lesz magasabb szintű sajnálatos módon, pedig végre kaptuk volna egy fasz a boss harcot az egy Reméljük, valamikor megdobják százas szintre azt is. No, de a azt mondta, az tamper, bazd meg, a százas szintű. <laughs> és így, fú, nem mondom, hogy nem voltunk felkészülve, de nem feltétlenül a tamperre való fegyverek voltak nálom, hogy őszinte lejegy, hogy kifejezetten tampertőjek, és kifejezetten olyan Warframe mondjuk, mint például egy Nova, egy Rino volt nálam, megállítja a tamper de uh, ne, túl, túl rövid időre a Novához képest. Na no, mindegy, a, a lényeg az, hogy a százas tamper az a kurva anyja esetem meg. Ah, már bocs, hogy ilyen szépen fogalmazok, de Hú, gyerekek, azzal, azzal elbánni nem, nem, lesz egyszerű, biztos azon fog menni a verseny, hogy ilyen tehát lehet ilyen erre, erre, is kitalálni, lesz ilyen a fegyver, ami, ami ledarálja, de ilyen 20-30-akat se vesztem rá a stahaltával, azzal a stahaltával, ami e, pár párlövésből leszette a száz akárhányos eremiket a, 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 cetuson. Szóval, e, ja, a tamper durva, de is ugye elméletileg minden magasabb szintű, annál e, többre vardott dob, szóval e, a mókáért egy százas szintű tampert majd biztos, hogy ki akarok nyírni, mert hogy bitch please, miért ne? Aztán később kíváncsi leszek, hogy például a, a, az orb mother, mother orb, a Venuson, a Fortunán, az százas szintű lesz-e? Vagy hogyha nem is, akkor a, a nidusnak a, a nem a bocsánat, a Hildridek a bossa a másik póka Fortunán, az a százas szintű lesz -e? Mert az azért móka lesz százas szinten nyomni ellen. Az új Jekyll, az, az, a, a, tehát ha a bosszok alapvetően százas lesznek, ami szerintem nem lehetetlen, valószínűleg azok azok lesznek, az, az már egy móka e, harcolás lesz. Na de e, ennyi lett volna. Várjuk e, az update-et, hamarosan kint lesz. E, maximalisták mindenképp végig fognak menni újra ezeken a pályákon, mindezekért fogsz kapni masteri rangot természetesen, úgyhogy ja, ez is egy opció Mastery rank szerzésére. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobja a lájkot, like iratkozz fel, csatlakozz klánhoz, csatlakozz discordhoz, mindenhez link videó leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!